A bizonyítványok készhez vételét követően a frissen végzett tanulók nagy része szinte rögtön el is helyezkedik a munkaerőpiacon. Ezt a szakképzési centrum által biztos szakmai tudással felvértezve tehetik a fiatalok. Farkas Krisztina női szabóképesítést szerzett a 3 éves képzés során. Anyukám is ezzel a szakmával foglalkozott, és nagyon megtetszett a számomra. Már kiskoromban is próbáltam válogatni magamnak otthon kutyáimra, plüssállataimra, és nem is gondolkoztam máson, hogy más helyre menjek. Örvendi Norbert is otthonról hozta a szakma szeretetét. Édesapám nyomdokaiba szeretnék lépni a pék szakmával kapcsolatban. Úgy érzem, hogy a 3 év alatt rendesen felkészítettek a tanáraim a szakmára. Nagyon sok szakmai tapasztalatot szereztem, és a 3 év alatt a kitartó munkámnak meglett az eredménye a vizsgán, a 5-ös lett a vizsga. Szabó Dorina a jövő héten munkába áll. Én megmondom őszintén, kicsikorom óta szerettem volna már kozmetikus lenni, egészen attól a pillanattól, hogy anyukám elvitt engem a kozmetikusához. És hál' Istennek ez az úgymond szenvedélyem nem is múlt el, a középiskola után is kitartott. Közgazdász iskolából jöttem át kozmetikusnak, Kecskemétről, Szolnokra, de nem bántam meg, mert én úgy gondolom, hogy nagyon jó tanáraim voltak itt a kémiát, az majd, hogy nem megszerettem, pedig nem sokan szeretik azért. A Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum képzési skálája nagyon széles, így szakmától függően 1-től 5 évet is el lehet tölteni a tagintézmények falai között. Szolgáltatási centrumként azt mondom, hogy nagyon jó helyzetük van a fiataloknak, és akik Magyarországon szeretnének dolgozni, valószínű, hogy találnak maguknak munkát. Az egészségügy a legkedvezőbb helyzet a tanulók számára, nagyon sok állást hirdetnek, de egyébként a többi szakmában is, akár a húsipari termékgyártó, pincércukrász, akár számítógépszerelő, karbantartó, kereskedő, én azt gondolom, hogy aki dolgozni szeretne, mindenki megtalálja a helyét. A tanulók a szakképzőiskolákban 3 év alatt szereznek bizonyítványt. Akik érettségire épülő képzésben vesznek részt, mint például a kereskedők, ők a szakközépiskolát követően 1 vagy 2 évet tanulnak még. Az érettségire épülő képzések, mint például a mentőápoló, 2,5 év alatt végezhető el. A szakképzési centrum folyamatos fejlesztése érdekében a bizonyítvány átadó ünnepséget követően tanévzáró értekezletet is tartott, melynek fókuszában a köznevelés módszertani megújítása állt.